A magyar kormány állításával ellentétben csökkenhetett a migrációs nyomás a déli határon. Egy éve még így nézett ki a Kárásztanya Horgosnál. Több száz illegális bevándorló élt a csűrökben, és éjjelente innen indultak, hogy átjussanak a szöges drótkerítéseken. Ma viszont már csak az eldobált energiaitalos dobozokból és állatmaradványokból lehet látni, hogy itt valamikor tömegek laktak. A tető beomlott, az ablakokat védő nejlonokat leszaggatták, és az egész területet felütötte a gaz. A szerb hatóságok egy éven át szisztematikusan ürítették ki a tanyát, és a környéken egyesével gyűjtötték be a migránsokat, akiket a kikindai és presevói táborokba szállítottak. Legutóbbi horgosi látogatásunk során drónnal nekünk is sikerült megörökítenünk egy ilyen akciót. Meg aztán még itt sokáig volt, tudják, itten azok a kommandós autók. Egy hónapig még aztán itt voltak a izébe, azt, akit csak lehetett, mindenkit összeszedtek. A helyiek, akárcsak Márta néni, örülnek a hatósági fellépésnek. Szerinte nyáróta sokkal biztonságosabb lett a környék. Biztonságosabbak az emberek is, jobban kijárunk. Hát tényleg nem volt olyan, hogy egész utcába se látott senkit, mert nem mertek a népek kijönni. Féltek, pláne az idősebbek, még jobban. László régebben több atrocitásnak is szemtanúja volt. Egy kicsit jobb, mert nem lövődöznek, mint ahogy eddig. Nem tud róla. Hát itt a központban lövődöztek, jócska, aztán kint Kishorgoson lövődöztek. Itt csak átul reggelig, mire gyűjtek a csendőrök, ott akkor addig elsöklek. A változás valóban szemmel látható. Legutóbb, mikor stábunk Horgoson járt, szinte minden zárva volt, és alig lehetett embert látni a köztereken. Mára viszont kinyitottak a boltok, és újra gyerekek játszanak az utcán. A magyar belügyminisztérium még manapság is azt közli, hogy naponta több százan ostromolják a déli határt, de közben itt a horgosiak azt állítják, hogy ők már nagyon régóta nem találkoztak idegenekkel, és teljesen helyreállt a rend. Sőt, azok a buszok is eltűntek, amelyekkel a bevándorlókat szállították el a környékről. Siposegyi Zoltán, Euronews, Szerbia.